Igen. Hú. Hogyha arra gondolok, hogy a nő, akkor nekem anyukám jut eszembe, mert ő benne úgy minden megvan. Ő egy erős nő, nagyon magabiztos, és iszonyatosan jó anyuka. Az édesanyákra nagyon felnézek, hiszen felnevelnek egy gyermeket, felnézek azokra a dolgozónőkre is, akik tényleg egész nap robotolnak, és utána még a házi munkát is elvégzik, és igyekeznek jobbak és jobbak lenni minden nap. Én nagyon szépnek látom a nőket, és nagyon erősnek gondolom őket. Nekem attól lesz valaki szép, hogyha a lelke is szép, és tudom, hogy ez nagyon klisésen hangzik alapvetően, de közben vannak olyan emberek, akiket ismerek, és gyönyörűek, de előről, meg nem feltétlenül. És lehet, hogy valaki éppen nem is tudom, nem egy szupermodell, de mégis annyira jó a kisugárzása, annyira kedves, figyelmes, és az nagyon megszépíti az embert. Szóval szerintem, ezt tudom, hogy mindenki ezt szoktam mondani, de a szépség belülről fakad, és ez így is van. Én alapvetően egy nagyon pozitív embernek tartom magamat, és egy kicsit visszautalva anyukámra, talán ezt tőle tanultam, mert ő is mindig pozitívan áll mindenkihez, de nem mondom, hogy engem nem értek külső hatások a nőtársaimtól, hiszen sokszor érzem azt, hogy a nők kritizálják a leginkább a nőket. Tehát, hogyha megnézzük a kommenteket, az üzeneteket, én is nőktől kapok nagy százalékban negatív hozzászólásokat, vagy megvetéseket. Viszont én úgy vagyok vele, hogy mindenki azt kapja egyrésztről, amit ad. Tehát, hogy én igyekszek többet adni és pozitívat adni, és bízom abba, hogy én is vissza fogom ezt kapni, és igyekszem minél többet kommunikálni erről, hogy mi nők vagyunk, fogjunk össze, támogassuk egymást, tényleg segítsük egymást, ahogyan lehet, és azt érzem, hogy a kommunikációmnak megvan egy részről az eredménye, hiszen tényleg sokan beszélgetnek velem is, és írják, hogy mondjuk segítettem nekik bármiben, akár az önelfogadásban, vagy bármilyen hasonló dologban, illetve én is visszakapom tőlük ugyanazt a pozitivitást. Én egyáltalán nem voltam egy magabiztos gyerek. Nagyon nehéz egyébként erről úgy beszélni, mert nyilvánvalóan régen volt, és megkopnak az embernek az emlékei, de hogyan én visszaemlékszem magamra, egy igazán mimóza lélek voltam, és nem nagyon szerettem beszélgetni senkivel, nem nagyon nyitottam az emberek felé, mert volt egy ilyen kis saját világom, amit teremtettem magamnak, ugye akkor így énekelgetem is, és én egyemek, tehát meg volt egy ilyen kis mesevilágom, amiben én egyébként nagyon jól el voltam, de nem voltam talán annyira nyitott akkor még a külvilágra. Nem volt egyébként önbizalmam gyerekként. Mindig, hogyha figyeltem a társaimat, osztálytársaimat, akkor mindig kicsit kevesebbnek éreztem magamat hozzájuk képest, és erre valószínűleg rátett az is, hogy nagyon sokat csúfoltak a kinézetem miatt, ahogyan öltözködtem, tényleg rengeteg rosszat mondtak, és egyébként Barbie-nak csúfoltak, ami alapvetően egy pozitív dolog lenne, hogy egy Barbie-hoz hasonlítanak, de másrésztről meg ahogyan azt tették, az nagyon negatív volt, és ezek mai napig megvannak a fejembe, amiket mondtak. Szerintem azért is találhattak be egyrésztről engem, mert nagyon meghúztam magamat, szóval nem álltam ki magamért egyáltalán, és nyugodtan mondhattak rám bármit, nem volt ugyannak következménye. Alapvetően amiket mondtak, hogy tehát a Barbie vagy, kényes vagy, nem tudom, volt egy dalocska, amit állandóan énekeltek, és mai napig tudom az összes mondatát szinte a dalnak, tehát ez volt, hogy szemed tiszta, kék, hú, mosolyod napsugár, tehát ez volt, és a lányöltözőbe ott énekelték nekem, megdobtak a ruhájukkal, szóval eléggé sok nagyon rossz dolog volt ebben, és most oké, így mosolygok a kezem, mert egyébként visszagondolom a kicsit nevetséges és röhelyes, amit csináltak. Másrésztről meg hát tudjuk, hogy a gyerekek azért kegyetlenek tudnak lenni, ami szomorú, mert honnan jön ez a kegyetlenség. De hogy miért is csinálhatták, hogy miben voltam más,
Azt mai napig nem tudom, de hogy őszinte legyek, elkezdtem járni pszichológushoz, akivel beszélgetünk nyilvánvalóan a gyerekkoromról és a gyerekkori traumákról is. És akár ugyanis nézzük, ez egy trauma, hogy megdobálnak a lányöltözőben. És ő mondta, hogy általában a gyerekek irigyek, és talán láthatták azt, hogy egyébként egy tök jó családom van, hogy szép ruháim vannak, új ruháim vannak, jártam ide-oda, tényleg megvolt mindenem, és sokan elfelejtik azt, hogy ez nem azért volt, mert tehetős családom volt, vagy bármi ilyesmi, hanem a szüleimnek tényleg a gyerekeik voltak az elsők, és nem mondtak inkább saját magukról, hogy nekünk meglegyen minden, úgyhogy talán ez lehetett az oka, az irigység. Hogy onnantól kezdve, hogy elkezdődtek ezek a csúfolások, nem is tudom, hogy nevezzük ezeket, ez végigkísérte az egész életemet. Tehát az általános iskolában folyamatosan megkaptam ezt. Voltak barátnőim is, akik átvertek, barátnőim. Aztán utána a gimnáziumban pedig csak még rosszabb lett a helyzet, ugye az lett a vége, hogy magántanuló lettem. Hogy ekközben rengeteg rossz lelki dolgon mentem keresztül, alapvetően az emberek azt gondolják, hogy vidám vagyok, mert az esetek nagy százalékában tényleg mosolygok és jól érzem magamat, de a lelkem egy része sokszor szomorú, és legalábbis főleg ebben az időszakban nagyon az volt, és nagyon magányosnak éreztem magamat. Jártam külön, nem tudom, zeneórákra, táncórákra, és ott volt egy jó társaságom, akik tudtak ebbe segíteni, hogy túllendüljek ezen, és valahogy sosem értettem azt, hogy mindenhol máshol kedvelnek, és mégis az iskola az az egyetlen hely, ahol egyszerűen nem szeretnek. Nem gondolom azt, hogy ők 100%-ban a hibások, de hogy nekem tiszta lelkiismeretem, hogy soha senkit nem bántottam, soha egy rossz szót nem mondtam senkire, és hát ebből a lelki állapotból következett az, hogy nem éreztem jól magamat a bőrömbe, a testembe, nem... Egyszerűen nem éreztem magamat elég jónak és szépnek, mindig másokhoz hasonlítottam önmagamat. Próbáltam egyre vékonyabb lenni, lefogyni, már ötödikes koromtól kezdve diétáztam, és utána 16 éves korom környékén volt az, hogy már tényleg volt, hogy csak egy almát ettem egy nap, szóval a lehető legrosszabb módon csináltam ezt a diétát, ami nem diéta volt, hanem méheztetés inkább. Rengeteget próbáltam mozogni, de sose éreztem elég jónak magamat, és ez nagyon-nagyon sok ideig megmaradt, és talán az egyetlen ember, aki ténylegesen kihúzott ebből az egészből, az a férjem. 20 évesen ismertem őt meg, és a legjobb dolog, hogy vele találkoztam. Hát Dávid volt talán tényleg az első olyan férfi úgy az életemben, akinél azt értem, hogy 100%-ig önmagam lehetek. Úgy éreztem, hogy megtaláltam a ténylegesen a másik felemet. Az első időszakban nagyon össze kellett kaparni engem, hogy szépen fogalmazzak, de az, hogy ő minden egyes reggel elmondta nekem, hogy mennyire gyönyörű vagyok, és ez mai napig így van, hogy mindig elmondja, amikor reggel kócos hajjal felkelek, hogy mennyire szép vagyok, hogy legyek büszke arra, amit elértem, amit csinálok. Szóval ő annyira egy biztos pont, és egy mérhetetlen támogató személy az életemben, hogy neki köszönhetem azt, hogy jól érzem magamat. Ahhoz tudom hasonlítani, hogy olyan, mint egy ilyen vitaminbomba, amit így megiszol, és utána boldogság és önbizalommal tölt el. Attól függetlenül, hogy ennyi negativitás ért engem, akárhogyan is nézzük, de rengeteg pozitív oldala van. Egyrésztről nagyon megerősített, mert amit kaptam a gimnáziumban, a való életben, a mindennapokban, jelenleg azt kapom a social médián egy nagyobb dózisban, és talán, hogyha ez nem lett volna, nem kellett volna így megerősödnem, akkor lehet, hogy nem tudnám elviselni azt az egészet, amit kapok az online térben. Másrészt pedig, most ez nagyon mélyen hangzik, mert nem örülök annak, hogy ezek megtörténtek velem, mert nem. De közben pedig a művészetemhez nagyban hozzájárul, tehát írtam is dalt, sőt, több dalomban is megjelenik ez az érzés, hogy mi történt velem, és tudom, hogy én ezzel tudok segíteni másoknak, mert megírják, mert üzeneteket kapok azzal kapcsolatban, hogy igen, ők is ezen mennek keresztül, mennyit segített az a dalom, és ha már
csak ezért történtek meg velem ezek, hogy én ezáltal másnak tudjak segíteni, akkor igenis örülök neki, akármilyen hülyén is hangzik. Ha belenézek a tükörbe, akkor szeretem magamat, és azt mondom, hogy a nap nagy százalékában szeretem magamat, de hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nincsenek olyan mély pontok, amikor magamra nézek, és jaj, mert megint fel van puffadva a hasam, ez így nem jó. Jaj, most éppen láttam azt a narancsbőrt magamon, nem tetszik. Tehát, hogy nekem is ugyanígy megvannak ezek a gondolatok, mert szerintem olyan nem létezik, hogy valaki 100%-ig a nap minden percében elégedett magával, szóval aki ezt mondja, az tudja, hogy hazudik. De azt mondom, hogy megváltozott a gondolat módom ezzel kapcsolatban. Szóval, hogyha belenézek a tükörbe, és nem tudom, látom, hogy óriási karikák vannak a szemem alatt, akkor nem azt gondolom, hogy úristen, hogy nézek ki már megint, hanem arra gondolom, hogy igen, most ott vannak a karikák a szemem alatt, de ez azért van, mert nem tudom, éjjelig forgattam, addig stúdióztam, és egyébként mennyi minden dolgot megtettem ezért, és hálásnak kell lennem azért, hogy a testem képes volt arra, hogy meg tudtam mindezt csinálni, amit szerettem volna. És igen, most éppen így nézek ki, de nem tudom, alszok majd egy 24 órát kármi egy húzomba, és utána pedig már sokkal szebb lesz. De most ránézek a testalkatomra is, voltam már vékonyabb, voltam teltebb, jelenleg jól érzem magamat úgy, ahogyan vagyok, mert tudom azt, hogy ez az a test, aminek köszönhetem, hogy végig versenyeztem egy nyarat a lovammal, amikor leestem a lóról, akkor is túléltem, és nem lett semmi bajom. Ez az a test, aki kibírta azt, hogy nem tudom, három helyszínen koncerteztünk, és utána másnap még lenyomtam egy lóversenyt, tehát hogy olyan sok mindenen mentem keresztül, úgymond a testemmel, tudom, hogy ez ilyen furcsa hangzik, hogy a testemmel, de hogy igazán hálás lehetek, hogy minden nap felkelek, hogy minden nap lélegzem, hogy minden nap vagyok, és csinálhatom azt, amit szeretek. Ami tényleg az egész életemben végig kísért, az a zene és az éneklés, és nekem az egy terápia mai napig, hogyha egy kicsit rosszabb kedvem van, vagy éppen vidám vagyok, teljesen mindegy, akkor is leülök és zenélek, énekelek, és mint hogy végülis gyerekkoromban is egy saját világot teremtettem magamnak, ez most is megvan, hogyha zenélek, akkor meg vagyok a saját kis világomban, amiben nagyon boldog tudok lenni. Szerintem a social media világa egy sötét világ. és ezzel szerintem egyébként nagyon sok mindent elmondtam. Egyrészt azt gondolom, hogy nagy százalékban, ami felkerül, az kamu. Tehát nézzük a filtereket. Rengeteg filter van, és rengetegen használják a FaceApp-ot, photoshopolják magukat iszonyatosan, és most már fent van TikTokon is az, hogy olyan arcfiltert készítettek, hogy bármit csinálsz, észre sem veszik azt, hogy rajtad az rajtad van. Nyilván, aki ismer, annak feltűnik, hogy hát te nem így nézel ki a mindennapokban. De az a baj, hogy ha ezt meglátja egy fiatal kislány, és most belegondolok abban, hogy én is mondjuk ezt meglátnám tiniként, akkor valószínűleg borzasztóan érezném magamat, és azon gondolkoznék, hogy úristen, nekem miért nem ilyen vastag a szám, nekem miért nem ilyen keskeny még a csípőm, és akkor erre még rátesz az, hogy nagyon sokan tényleg azt közvetítik, hogy most diétáznod kell, most fogyókuráznod kell, úristen, most ennyit edzettem, hogy így nézzek ki, és ezzel semmi baj nincs, ha valakinek ez az élete, hogy edzen, és így nézzen ki. Tehát ez egy jó dolog, hogy valaki mozog, és nem tudom, fitness modellkedik, tehát hogy én most nem ellenük beszélek egy pillanatig se, csak van, amikor nem jó a kommunikáció, tehát hogy sok fiatal tini lány, hogyha meglátja azt, hogy úristen, ő így néz ki, de abban nem gondol bele, hogy tényleg milyen diétát követ, hogy napi nem tudom hányszor edz, hogy neki ez az életmódja, és akárhogyan is nem lesz feltétlen mindenkinek ugyanolyan a teste, sőt, nem lehet mindenkinek olyan keskeny a csípője, a dereka, van, akinek laposabb a feneke, és ha rengeteget kell azon dolgoznia, hogy szép kerekpopsia legyen, tehát hogy nem ugyanonnan indulunk, és pont ezt kellene megtanulni az embereknek, hogy nem vagyunk ugyanolyanak, és pont emiatt vagyunk különlegesek, és jók, és szépek. Úgyhogy rengeteg rossz oldala van a social médiának, és szerintem nehéz egy balanszot találni a kettő között, mert nem azt mondom, néha én is szeretem nézni ezeknek a nőknek, a tökéletes nőknek a videóit, mert úgy vagyok, hogy úristen, de szép a sminkje, hú, de jó ez a felvétel, de ugyanakkor szomjazom a valóságra, és arra, hogy lássam azt, hogy vannak, akik megmutatják, hogy igen, felkelnek, és milyen kúszos éppen a hajuk, és akkor így jó velük azonosulni, hú, de jó, hát én is így kelek fel, akkor nem én vagyok az egyetlen. Most már azt mondom, hogy inkább nagy százalékban
Instagramban ilyen embereket követek, akik ilyen body pozitív személyiségek, megmutatják azt, hogy basszus, igen, neki is van narancsbőre, és akkor én is egy kicsit jobban érzem magam, hogy jaj, de jó, hát akkor nekem is van, neki is van, ő egy nagy sztár, akkor nekem is lehet, tehát egy kicsit megnyugvás. És egy kicsit rákanyarodva így a body positivity-re, azt érzem ezzel kapcsolatban is, hogy egy picit rossz irányba ment el ez az irányzat, mert ennek az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat a testünkbe, de sokan összekeverik azzal, hogy ez nem arról szól, hogy te egy, nem tudom, most bocsánat, de 200 kilós elhízott ember legyél, hanem ez arról szól, hogy egészséges legyél, és, nem, és mindenkinek más az egészséges, mert van, aki nagyon-nagyon vékony és úgy egészséges, és van, aki egy picit teltebb és úgy. És az a lényeg, hogy sportolj, figyelj azért oda, hogy mit eszel, tényleg meglegyen a mozgás az életedbe, a balansz, és ennyi. Ez a body positivity lényege, és ezt azért szeretném volna kihangsúlyozni, mert sokan félreértik ezt az egészet. Úgyhogy igen, én ilyen típusú embereket követek, és ők azok, akik megadják nekem ezt a lendületet a mindennapokba. Az egyik híresség beszélt a videójában, hogy a terapeutája vagy pszichológusa javasolta neki, hogy ragasszon ki egy kis fotót magára, egy gyerekkori képet a fürdőszobájába. És ezt én is megtettem, a kis szekrényemben ki van ragasztva a kicsi Réka, mert inspirálóan hat minden nap ránézem a gyerekkori énemre, és tudom azt, hogyha ő most rám nézne, akkor büszke lenne arra, amit elértem, és ahogyan vagyok, akár tényleg a sikereimre, a családomra és mindenre, és nagyon boldog lenne. És talán kijelentetem azt, hogy azzá váltam, akivé szerettem volna. Viszont, ha most visszamehetnék, és elmondhatnám neki egy pár jó tanácsot, akkor egyrészt az lenne, hogy ne hallgasson másokra. Ezek a bántó mondatok nem felénk szegeződnek, hanem valószínűleg nekik magukkal van valami problémájuk. Ez egy dolog, amit elmondanék neki, a másik pedig az, hogy mennyire különleges.